Súlyos baleset történt reggel a 21-es főúton. Csuka Máté nyerte a jégpálya szelfijátékát. A sör és az egyház kapcsolatáról beszéltek a serfőzdében. Jó estét kívánok! Egy életveszélyes és három súlyos sérültje van a reggeli 21-es főúton történt balesetnek. Tehergépjármű ütközött személyautóval 60 és Lőrinci között. A sérülteket a 60-i mentőegységek az Albert Schweitzer kórházba szállították. Takarítják a romokat a baleset után. A reggeli órákban személygépjármű és tehergépkocsi ütközött a 21-es számú főúton Lőrinci közelében. A balesetben több sérült is orvosi ellátásra szorult, őket a 60-i mentőegységek az Albert Schweitzer kórházba szállították. 5 sérültet szállított hozzánk az országos mentőszolgálat a kórházunk sürgősségi osztályának baleseti sebészeti részlegére. 1 sérült könnyű sérüléseket szenvedett, őt otthonába tudtuk bocsátani, 3 sérült súlyos sérülés szenvedett, és 1 sérültnél súlyos életveszélyes sérüléseket tudtunk megállapítani, a sérültek ellátása folyamatban van. A rendőrség munkatársai a helyszínelés alatt teljes, majd félpályás útzárat rendeltek el, délutántól pedig újra zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Csuka Máté nyerte az okos órát a 60-i jégpálya szelfijátékán. Nyereményét Horváth Rihárd polgármester adta át a 11 éves fiúnak. Egy szelfi a jégpályán. Ennyit kellett teljesítenie annak, aki részt kívánt venni a 60-i jégpálya szelfi versenyén. Nagyon sokan éltek a lehetőséggel, hiszen egy értékes okos óra volt a főnyeremény. A sok jelentkező közül Csuka Máté fényképe nyert. Nyereményét Horváth Rihárd polgármester adta át neki. Máté azt mondja, nagyon szeret kijárni a jégpályára. Alapból nagyon szeretem a hideget. A gyorsaságot is valamennyire szeretem, meg szeretek új dolgokat tanulni, és hát a korizás az új dolog. Máté azt is elmondta, hogy nagyon boldog volt, amikor megtudta, az ő fényképe nyert. Én még iskolában voltam, amikor anyukám meglátta, pont akkor értem körülbelül haza, és hát mondta is, nagyon örültünk neki. Máté szilveszterkor apukájával korcsolyázott a 60-i jégpályán, akkor készítette magáról a nyertes szelfit. Az egyház és a sör évszázados kapcsolatáról, annak mai és élénken élő kultúrájáról tartott előadást Bar Dániel sörszakértő a serfőzdében. A kulturális magyar sörforradalom bölcsőjének, a Főzdefesztnek a kitalálója és szervezője Bart Dániel először járt a 60-i serfőzdében. Ahogy mondta, már sokat hallott erről a helyről, így nagyon várta már, hogy megkóstolja a 60-i söröket. A szakértő részletesen beszélt arról, hogy a kelta sörfőzés hagyományai akkor találkoztak a vallási nézetekkel, mikor Szent Patrik megkeresztelte az íreket. Innen sugárzott vissza Európába a 9.-10. században a sörfőző kolostorok megalapításával. Ezek pedig a korabeli műveltség központjai voltak, ekkoriban a bortól elfordulva, tudományos és gazdasági igényességgel fordultak a sörfőzéshez. Innen származik az európai sörfőzés, aminek a sokadik virágkorát éljük ma is. Mai napig működnek tradicionális sörfőzőkolostorok, ugye Belgiumban, Németországban, Ausztriában, és talán lehet azt mondani, hogy ma ismét virágkorát éli, ugye ma az egész világon egyfajta kézműves sörforradalom vagy valamiféle óriás paradigmaváltás zajlik, melynek lényege, hogy elfordul a nagyipari fogyasztói társadalmat maximálisan kiszolgáló, azonban kultúrával kevésbé rendelkező sör felől egy kultúrával rendelkező, izgalmas, apróbb volumenű sörfőzés fele, mely, mint mondtam, mindig a kultúrából építkezik, és a keresztény sörfőzés az egy olyan kulturális láb, ami nagyon jól meg tud állni egy mai sör sztori. Kitért rá, hogy a sör már nem a foci meccshez nélkülözhetetlen olcsó üzemanyagként jelenik meg sokak fejében, hanem mint kulturális tényező, ami a hagyományokhoz visszanyúlva értéket közvetít. Pénteken 17 órától Köles Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem PhD hallgatója tart előadást. A tekintetkövetésen alapuló módszerek felhasználása a szoftver és weblap használhatósági vizsgálatokban címmel az Ady Endre könyvtárban.
Borongós időre számíthatunk, holnap több helyen várható eső. Északon élénk időnként erős lesz a nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között várható. Kedves nézőink, önök a híradót látták. Most a rendelő következik, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.